Na mi újság ez a kérdés? 100 000 forint. Ez az újság, kedves tévénézők. Ez az újság. Hívják a telefonszámunkat. Ha tudják a telefonszámunkat. A telefonszámunk nem sokára meg fog jelenni a képernyőn. Ezen a telefonszámon várjuk az önök hívását, és nyerjenek. Mennyit is? 20? 40, 60, 80, 100 000? Jól számoltam? 100 000? Várjál csak, Robi, mert nálam is van még 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 000 forint, és ezt is meg várjál, lehet nyerni. Várjál, ezzel még nincs vége, Hozzá kell tegyem, hogy nálam is van 100 000 forint. Ki ne szeretne 100 000 forintot nyerni? Te szeretnél 100 000 forintot Én nagyon szeretnék, és ezt most meg is lehet 100 000 forintot nyerni? Várjál, Dávid. Azért adjuk már össze ezeket. Egy kis matematika. 100 000 meg 100 000. Tessék, számoljunk. Várjál. 20, 40, 60, 80, 100. Ehhez hozzá kell adni a te századat, 10, 20, ha jól emlékszem. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Na várjál, a 100, tehát meg 100 az már 200, de nincs vége, Bulcsú. Mert hogy 210, 230, ja nem, 220, 230, 240, 50, 60, 70, 80, 90, 300 000 forintot. 300 000 forint lehet az öné. Nem tévedés, a hiba nem az önkészülékében van. 300 000 forintot kínálunk fel önnek. Akarja vagy nem akarja? Ez a kérdés. Hogyha akarja, telefonáljon. Adja meg a helyes választ és nyerjen. 300 000 forintot. 300 000 forinttal, Dávid, azért azzal már lehet mit kezdeni. Abból már lehet a tejbe aprítani, ugye? Hát mi mindent tudnánk 300 000 forinton venni? Tudnánk belőle tévét venni, tudnánk mosógépet venni. Kinek ne lenne otthon egy rossz tévéje, amit le tudna cserélni egy nagyobbra, és azon nézhetni ezt a remek műsort? És milyen kevés kell hozzá? Pusztán csak telefonálni kell a mi műsorunkba, és válaszolni kell. A kérdésre. Na hát de miért nem telefonálnak? Hát ez a jogos kérdés. Hát még mindig nem látom, hogy telefonálnának. Várjuk a válaszokat, és nem, és nem, és nem. Mire várnak az emberek? Mindenkinek van 300 000 forintja, amit akármire elköltenek? Ezzel a mentalitással nem jutnak messzire, sajnálom, azt kell, hogy mondjam. Tehát a sült garam nem fog a szájukba repülni. Telefonálniuk kell, és megnyerhetik ezt a pénzt. Nézzék, forint, 10 000-esek vannak a kezemben. Egy dolgot nem akarok, de azt semmiképpen nem akarok. Nem szeretnék hazamenni ezzel a pénzzel. Én nem mondom, hogy nem Bulcsú, örülnék nem neki. Nem mondom, hogy nem szorulnék rá akár, de ez a pénz nem nekem van félrerakva. Ez a kedves hallgatónak, nézőnek a számára van, hogyha tudja a helyes választ. Semmi nem kell hozzá, telefonálni kell. 300 000 forintot. Nem tudja a választ. És miért nem tudja a választ? Azért nem tudja, mert nem okult. Miért nem okult? Korábban teheti fel magának a jogos kérdést. Most lenne 300 000 forintja. Jobban kellett volna figyelni, amikor elhangzott a kérdés. De még mindig megteheti, még mindig, hogyha figyel, akkor tudni fogja a választ, és telefonálhat, és megnyerheti. Itt van a pénz, egyszerűen nem hiszem el, hogy nem kell önöknek ez a pénz. Tessék, 10, 20, 30, 40, 50, de nem, Bulcsú, először válaszolni kell, és mi ezt nem vihetjük haza, hiszen mi tudjuk a választ. A tévénéző pedig kitalálhatja a választ. És itt ez a remek alkalom, ez a csodálatos műsor, amiben ilyen könnyen juthat ennyi pénzhez az ember. Hoppá, 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 itt van az első telefonáló. Nagyon remélem, hogy kioszthatjuk ezt a pénzt. Halló, halló? 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 Halló, halló? Halló? Kezicsókolom. Jó estét kívánok. Tessék parancsolni. Nem tudom, még mindig megy a beszélgetés a tévébe. Na, azt szeretném elmondani, én egészségügy... Halló? Igen. Egészségügyel kapcsolatban szeretnék mondani. Sajnáljuk, sajnos. Nem ez a helyes válasz. Pedig nagyon közel járt hozzá, de sajnáljuk, ez most nem sikerült, de azt javasoljuk, hogy hívjon minket egy kicsit később, és fogunk tudni beszélni, és akkor meg fogja tudni mondani a helyes választ, és tudja mit? Azután, hogy megkapta tőlünk ezt a pénzt, a magyar egészségügy állapota is jobbnak fog tűnni az ön számára, biztos lehet benne. Robi, szerintem nem vagyunk elég világosak, nem vagyunk elég precízek, tehát 100 000 forint van nálam, ezt lehet most megnyerni, ugyanennyi van Robinál, ugyanennyi van Dávidnál. Nálam 20 000-esekben van, így könnyebb hazavinni, kedves tévénéző, és hogyha jól látom, ön itt van velünk a vonalban. Halló, halló! 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 Kezi csókolom, várjuk a választ! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét, mi a válasz? Nyugdíj!
Nyugdíj? Nem, sajnos rossz válasz. Sajnos el kell, hogy szomorítsam, rossz válasz, de ez is csak egy jó hír a többi tévénézőnek, akik már ennyivel is közelebb jutottak a válaszhoz. Tehát nem TB, nem nyugdíj, de még mindig itt van nálunk a pénz. Nagyon sok mindenre el lehetne költeni ezt a pénzt. Még nem fejeztük be a felsorolást, talán még nem fogták fel, hogy mennyi pénzről van szó. Egészségtelenül élnek. És nem csoda, hogy elégedetlenek az egészségügyel. Nem csoda, hogy nyugdíjas korukra problémáik vannak, és beszélni akarnak a nyugdíjról. Pedig ezeket a problémákat megoldaná 100 plusz 100 plusz 100 000 forint. Ez 300 000 forint, nem kevesebb, mint 300 000 forint. Mindannyiunknak nagyon hiányzik otthonról ez a 300 000 forint. Nem élünk könnyű napokat ebben az országban. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki visszautasíthat ennyi pénzt. Egyszerűen csak annyit kell tennie, hogy felemeli a kagylót, tárcsázza a képen látható számot, és megadja a helyes választ. És öné lehet a 300 000 forint. 300 000. Még soha ennyire könnyen nem lehetett ennyi pénzt szerezni, bár csak én is ilyen könnyen szerezhetnék ennyi pénzt. Itt állnak egy telefonra ettől a pénztől. Hát ne szalasszák el! Itt van a telefonszám. 210 55 40, valamint 210 55 42. 7 számjegyre 300 000 forinttól. 7 számjegybe billentyűzése, illetve feltárcsázása 300 000 forint előtt nyitja meg az utat az önök számára. Ne szalasszák el ezt a lehetőséget. Halló? Halló? Halló, halló, nagyon reménykedem, hogy önnél van a válasz. Halló? Igen. Mi a válasz? Igen, mondom. Igen? A TV becsapós műsor. Sajnáljuk. Aj. Nem jó? Ez nem, de majdnem. Én nagyon sajnálom, hogy azt hiszi, hogy nem hiszi el, hogy ez valóság lehet. Ez tényleg igaz? Tehát nálunk tényleg itt van ez a pénz, meg lehet szagolni, pénzszaga van. Mi ezt a pénzt valóban oda akarjuk adni, ez a pénz az öné. Csak válaszoljon, kérjük válaszoljon. Mi nem visszük haza innen ezt a pénzt, mindenképpen odaadjuk annak, aki megmondja a helyes választ. Halló? Jó estét, uraim, hát egészen felvidítottak. Én vagyok a vonalban, bocsánat. Igen, vidítson föl ön minket is, és mondja meg a helyes választ. Gratulálok, nagyszerű ötlet. De hadd kérdezzem meg én önöket. Önök tudják, hogy mi a kérdés, és önök tudják a helyes választ? Mert hogyha teszem azt, én mondok egy választ. Na. Nem tudják, hogy az jó-e, hát akkor az 100 000 forint megmarad a Budapest TV-nek. Ez a megoldás, kérem. Ha ő valóban tudja a választ, akkor a 100 000 forint nem marad meg a Budapest TV-nek, hanem az ön pénztárcájába vándorol. Halljuk a választ. Jó van, Robert és a többiek. Ilyen nagyon kedves volt ez a cirk, ez a közjáték, mert nem muszáj mindig komolykodni. Ha majd nem egyébként, majd a választ, nem akkor azt mondják, mi pénzt szeretnénk osztani, hát nem komolykodás ez. Ez móka! Hát ez az aranyos volt, köszönöm Isten áldja magukat. Mi is köszönjük, sajnáljuk. Elfogadni, de nem törte meg a mi lelkesedésünket, és bízunk benne, hogy elviszik tőlünk. Tényleg, egyszerűen nézzék már, nem igaz, hogy még mindig nem fogták fel, hogy pénz van a kezünkben, mi pénzt akarunk önöknek adni. Nem, nem pusztán pénzt, sok pénzt. Sok pénzt önnek. Nem szeretne egy gyors autót? Nem szeretne egy álomutazást? Nem szeretne nyugodt nyugdíjas napokat? Telefonáljon! Nyerje meg! Vigye el tőlünk a pénzt! Ez az ön pénze! Engedje, hogy odaadjam önnek! Elmeri venni? Itt a pénz! Tessék, vegye el! Halló, halló! 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 Várjuk a választ! Nagyon-nagyon-nagyon szeretném odaadni a pénzt! Halló! Ön van a vonalban, kérjük a választ. Én vagyok a vonalban? Ön nagyon szerencsés, ön van a vonalban. Hát jó estét, uraim, csak nem tudom, hogy mi a kérdés, nem tudom, mi a válasz. Csak azt tudom, hogy ennek az eredetie is borzalmas gagyi műsor. Úgyhogy ez teljesen fölösleges 3/4 órán keresztül utánozni. Viszont hallásra. Nem volt rossz egyébként a próbálkozás, igen. Nagyon közel járt a megfejtéshez, de a lényeget, a valódi választ nem mondta ki. Én úgy érzem, hogy kínosnak érzik azt, hogy nem tudják, hogy mi a válasz, pedig tényleg annyira pofon egyszerű itt van a szemük előtt, és hogyha megtalálják, meglátják, ami ott van a szemük előtt, akkor azt kapják meg, ami ott van az én szemem előtt, az 100 000 forint, ehhez kapcsolódik az, amit még Dávid ad, és amit Robi ad. És én nekem van még egy észrevételem. Az az igazság, hogy az emberek fásultak, igen, az emberek csalódottak, és az emberek nem merik már elhinni azt, hogy valóban
érheti őket meglepetés, kaphatnak ajándékot a sorstól. Nem hisznek az emberek az igazán szép és jó dolgokban. Persze a média teletömte a fejüket a sok hazugsággal, de nálunk valóban elvihető a 100 000 forint. Ezt értsék meg, hogy ezt meg lehet nyerni, nem hagyhatják itt. Tudod, mi a szörnyű bulcsú? Igen. A múltkor együtt néztük a tévét, és láttunk egy olyan műsort, ahol azzal kecsegtetik a nézőt, hogy lehet nyerni 100 000, 200 000, 500 000 forintokat, és aztán meg nem nyerik meg. Tulajdonképpen átverik a nézőket. Most az a szörnyű, hogy a mi nézőink most azt gondolják, hogy ez, a mi műsorunk, ez egy ilyen műsor. Csak hogy nem. És ez a legszörnyűbb, hogy nekünk ezzel kell megküzdenünk, mások teszik tönkre a mi jó hírünket. Nem is lehetnél ennyire, ennél pontosabb. Elképesztő és felháborít azoknak a műsoroknak az arcátlan, gyalázatos munkája, amikkel a valódi kérdésekre, a valódi válaszokat kikövetelő műsorok, mint a miénk, elveszíti a hitelét. Itt dolgozunk, itt gyötörjük magunkat ezzel a sok pénzzel, amit szeretnénk odaadni, és az egésznek így semmi értelme, hogyha az ilyen műsorok, amiről beszélsz te is, Robi, elveszik az egész hitelét. Elveszi az embereknek a kedvét attól, hogy bizony játszanak. És amikor eljön az a nap, amikor valóban nyerhetnének 300 000 forintot, akkor nem merészelnek próbálkozni. Miért? Mert már olyan sokszor becsapták őket. Olyan médiamunkások, akikhez nekünk semmi közünk nincsen. Ez a nagy probléma, hogy ez is egy olyan szakma, ami szakmánk, a média szakma, amit lejárattak. Lejárattak olyan kontárok, akik nem valósiak ebbe a műfajba. De mi most helyre tesszük ennek a szakmának a becsületét. Én azt hiszem egyébként, hogy az is lehet a probléma, hogy az emberek nem hiszik el, hogy valóban adjuk a pénzt, de az is lehet, hogy kevésnek találják. Lehet, hogy kevés nekik a 300 ezer forint. Én tudják mit? Én most a saját pénzemből megtoldom ezt. Még 100 ezer forintot hozzáteszek. Dávid, én tudom, hogy nem élsz te olyan jó körülmények között, hogy ezt megengedhess magadnak. 300 ezer forint legyen elég a nézőink. Nekem is nagyon hiányozna persze ez a pénz, nekem is nagyon jó jönne, de az én becsületem egyszerűen nem szeretném, ha azt hinnék tényleg, hogy mi ezt meg akarjuk tartani. Te ezt komolyan megteszed a nézőink? Én megteszem a saját pénzemből, igen, a saját pénzemből fogom még ezt a 100 ezer forintot hozzátenni. Látják ezt az aktust, látják azt, hogy ezt mennyire komolyan gondoljuk, és akkor nincs meg magukban az a vágy, hogy elvigyék ezt tőlünk, amikor ennyire őszinte a szándék, az adásnak a szándéka, hogy tudjunk valamit adni önnek, az ön számára. Ez nem csak egy tévéadás. Ez 300, nem 300, jól tudom, hogy nem 300 ezer forintnak az odaadása, hanem... Hát sajnos az előbb egyébként tévedtem, nincs nálam annyi pénz, sajnos én is szegény sorban élek, mint a tévénézőink többsége, de 50 ezer forintot tudtam hozzátenni, nézzék el nekem, mennyi van. Dávid, tehát... a lakbért azt akkor is be fogod fizetni. Be tudod fizetni. Majd kölcsön kérek, szerintem lesz majd aki kölcsön ad, fordulok egy bankhoz, nagyon jó hiteleik vannak. 40-et rakjál hozzá, a 10-et azt tartsad meg. Jó, 10 000-et visszaveszek, akkor 340 ezer forinttal van több most az asztalon, illetve ez még így is 10%-kal több, mint amennyi az előbb volt. Szerintem erre már mindenkinek be kell indulnia, ez már biztos, hogy most már égnie kell a vonalaknak. Biztos, hogy van hallgatónk. Van bizony, haló. 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 Kezicsókolom. Jó estét. Várjuk kívánok a helyes választ. Szeretet, boldogság. Szeretet, boldogság. Nem, sajnálom. A pénz az, ami ilyesmit az embernek megadhat, megajándékozhatja az embert szeretettel és boldogsággal. Nem, köszönjük szépen. Köszönjük. Majdnem, de nem. Robi, amikor az előbb ezekről a műsorokról beszélték, ahol gyalázatos módon kiszedik az emberek zsebéből a pénzt, és soha nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz lehet a képernyő másik oldaláról, hát most ezt érzem, minden egyes perce nyomja a vállamat, hogy itt van nálunk a pénz, itt van nálunk az adásnak a vágya, az adásnak az öröme, és egyszerűen nem sikerül, mert egy szomorú, hitetlen, reményét vesztett országban élünk, amit én megértek, hiszen annyiszor vágták már át ezeket az embereket, de olyan jó lenne visszacsempészni a reményt az ő szemükbe. Itt van karácsony után, mindannyian kiköltekeztünk, mindenkinek üres a pénztárcája, január van, áremelések vannak, egyszerűen kell ez a pénz, önnek is kell, vigye el tőlünk, mi odaadjuk, tessék, el lehet vinni, ide leteszem az asztalra, nem nézek oda, csak a helyes választ kell megadni, és már el is vihetik. Ne veszítsük el a reményt, hiszen itt van a telefonáló a küszöbön. Hát, ha tudja a helyes választ. Halló? 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 Várjuk a válaszát. Halló? Ön van a vonalban, igen. Én később kapcsolódtam be a játékba,
de ha ennyire nincs meg a kérdés, hogy mire kell válaszolni, akkor a pénzben a játék nyereményének a megkapása. Szerintem ez egy rossz válasz. Ez egy hibás válasz, minden esetre nagyon-nagyon köszönjük, hogy próbálkozott. Próbálkozzon újra. Még mindig itt van a pénz az asztalon. A telefonszám 210-55-40, valamint 210-55-42. Halló, halló! 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 Halló, halló! Szóljon hozzánk, mondja a választ, hadd adjuk oda önnek a pénzt, hadd menjünk haza. Hát égeti a kezünket. Kész átverés. Nem, sajnáljuk, köszönjük. Nagyon el vagyok keseredve, hát nem tudják az emberek a választ. Ez nagyon nehéz, reménytelen lesz. Az a javaslatom. Tudjátok, hogy mit csináljuk? Igen, mond. Akar segítséget adni? Adjunk fel másik kérdést. Adjunk először egy segítséget. Jó, olyan, egy segítséget, és aztán verjük meg a következő telefont. Igen. Jó? Az a segítség, hogy nem szó. Jó? Tehát 340 ezer forint, egy telefon, segítség, nem szó. Halló, halló! 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 Én vagyok a vonalban? Igen, ön az. Halló. Sajnos rossz válasz. Nem. Segítettünk, hogy nem szó. Elrontotta. Tehát ahogy bejelentkezik, elrontja. Nem fog ez így menni bulcsú. Jó, figyelj, jó, akkor nekem az a javaslatom... Legyen egy másik. Az a, lehet, hogy az zavarja meg egyébként a tévénézőket, hogy nincs kérdés. Tehát akkor mostantól kezdve csináljuk azt, hogy fölteszünk kérdést, viszont hát értelemszerűen mind a 340 ezer forintot nem adhatjuk oda. Dávid, a 40 ezer forintot rak vissza. Visszaveszem a 40 ezer forintot, igen. Ez a legborzalmasabb. Nézd meg, 40 ezer forint? 40 ezer forint. 40 ezer forint. Pedig tényleg nagyon egyszerű. Hát odaadta volna a Dávid, mindegy. Mert én ismerem őt, ő egy ilyen gyerek, ő odaadja. Szóval most akkor van mind a három asztalon 3, illetve 1, 100 ezer forint, összesen 300 ezer. Ezt így ebben a formában, hogy 300 már nem lehet elvinni tőlünk, de egyesével, vagyis 100 ezeresével el lehet vinni. Kérdéseket fogunk feltenni, mert úgy látszik, hogy kérdés nélkül nem tudják a helyes választ. Lesznek beugró kérdéseink. Ezért még nem jár az ajándék. De a beugró kérdést tudja, akkor... megválaszolhatja azt a kérdést, amiért 100 ezer forint jár önnek. Hát kezdjük talán a első beugró kérdésünk. Hol volt a Mohácsi vész? Hol volt a Mohácsi vész? Hát, ha tudják a választ. Halló, halló! Nagyon izgatott vagyok. Nem kérdeztem nehezet, Bulcsú? Szerintem ez könnyű. Halló? Halló? Halló, halló? Hol volt a Mohácsi vész? Ez a kérdés. Jó Istenem, mondja a választ. Segítsünk. Hát hol lehetett Mohácson? Mohácson! Már csak egyetlen lépés választja el a 300 ezer forinttól. Bocsánat, 100 ezertől. Ettől a 100 ezer forinttól. Hát, én izgulok, Dávid. Jó, én is. Jaj. Most már nagyon közel vagy hozzá. Jó. Bármelyik jó. Pillanatban megnyerheti. Jó, uram, a keresztnevét szabad? József. József. Milyen számra gondolok, József? Segítsünk egy kicsit. Egyjegyű szám. Egyjegyű szám. Egyjegyű szám. Egyre. Nem. Nem. Majdnem. A kettőre gondoltam. Nagyon közel járt József. Én azt kérem, hogy próbálkozzon újra, mert az első kérdésre azonnal tudta a választ, a második kérdésre pedig éppen, hogy elvétette. Nagyon köszönjük, József. Én nagyon szerettem volna odaadni önnek ezt a pénzt. Sajnos nem sikerült. Ha jól látom, van egy másik telefonáló, de hát ő neki egy másik belépő kérdés jár, Bulcsú. Az én kérdésem a következő. Hány szemem van? Halló? Halló? Halló, hallgatom. Igen? Azt kérdezte, hogy hány szemem van? Nekem. Kettő. Kettő! Nagyon jó! Jó, ez már majdnem 100 ezer forint. Olyan boldogok vagyunk most. A következő kérdés, megfejtése is, szám lesz. Jó? 100 ezer forintért. 100 ezer forintért. Igen. Hány színész van egy sorozatban?
hány színész van egy sorozatban? Van egy sorozatban, igen, igen. Jaj, lejár az időnk. Én az előzőre azt akartam betelefonálni, hogy nem kérem a pénzt. Úgy jó lett volna a válasz? Te várjál, hát akkor adjuk át egy másik nézőnek a lehetőséget, hát azért... Nem kéri, pedig ott volt a küszöb minden, csak el kellett volna vennie a pénzt, és nem kéri. Innen meghátrálni. Ennyi közel járt a pénzhez, és nem kéri a pénzt. Miért nem kéri? Miért nem? Miért nem tudna vele mit kezdeni? Nem tudna azzal a 100 000 forinttal mit kezdeni? Hát ott volt a pénz küszöbér, hát már majdnem ott volt a kezében. Innen meghátrálni. Ilyenek az emberek, hogy nem kérik a pénzüket, és a vége az lesz, tudod, mi lesz, hogy haza fogjuk vinni a pénzt. Nem, én tudom, hogyha mi együtt dolgozunk ezen, együtt közösen a nézőkkel, akkor nem fordulhat elő, hogy itt maradjon ez a pénz nálunk, ez a pénz, amit komoly munkával lejmoltunk mindenkitől össze, hogy egy jó játékot összehozzunk. Ne keseredj el, Bulcsú, van még remény, még mindig tart a műsor, még Dani, rengeteg időnk van. A te 100 000 forintod értelik a játék. Hallgatjuk a betelefonálót, és felteszem neki azonnal, hát sajnos úgy látszik, nem akarnak minket hívni, nem kell hát önöknek ez a kérdést teszel mindenképpen, hát azért ne lehessen csak úgy bekerülni az adásba. Jó, akkor az a kérdés az én részemről nagyon egyszerű lesz. Hány forint van a kezemben? Aki ezt tudja, az adást, az erre kell, hogy tudja a választ. Aki tudja ezt a kérdést, az egyetlen ilyen aprócska lépésre kerül attól, hogy megnyerje, mert onnantól már csak még egy kérdésre kell válaszolnia, és viheti a pénzt. És nem hívnak, és nem kell nekik, és 100 000 forint, és nálunk marad, és mire költsük. Ilyen dilemmákkal szembesülünk, mert nem adhatjuk oda az embereknek. Nem kell nekik, nem veszik el. Jó, de most nekem kéne azt éreznem, hogy ez kínos, amikor mi idejövünk ebben az egészet. Bulcsú, itt a telefon! Telefon! Na! Halló! Dávid tette fel a kérdést, válaszoljon neki, ott van nála a 100 000 forint, vegye el! Tehát a kérdés az, hogy hány forint van a kezemben, erre válaszoljon. 300 000. Nem. Még egy lehetőséget adjunk az úrnak. Nem szabad, hogy elszalassza. Mennyi van az én kezemben? 300 000 forint. Sajnáljuk, köszönjük, nem. Mi mindent megpróbáltunk, de úgy látszik, hogy ön nem akarja ezt a pénzt elvinni, önnek nincs szüksége egy új hűtőgépre. Kénytelen vagyok kérdezni én. Beugró kérdésünk. 100 000 forintért. Min néz most minket? Min néz most minket? 100 000 forint van a kezemben. A kérdés azt gondolom, hogy egyszerű, Dávid. Szerinted nehezet kérdezte? Nem, én még segítenék is egy kicsit. Lehet segíteni? Még segítenél? Csak egy betűt. Segíts egy betűt. A szóban szerepel a T betű. Szerintem ezt mindenki tudja, ezt ki lehet találni, ez nagyon egyszerű kérdés. Megjött, itt van. Vegye el, vigye el, haló. 100 000 forint. Néz minket most? Haló. Kezét csókolom. Jó estét kívánok. Hát a Budapest TV-n keresztül nézem önöket. Haló. Ez egy szerkezet. A tévén keresztül. Igen, tévékészülék. Igen. Másikat még van az elejében. Figyeljen ide, azt szerettem volna mondani, hogy az elejében, hogy az elsőre, amikor még nem volt kérdésük, én szerintem a mi újság. Az volt a műsor. Kicsit későn adta meg a választ, most már sajnos nem tudjuk odaadni a pénzt, mert lejárt az a műsornak az a része, amikor 300-at el lehetett vinni, lejárt. Sőt, 340 000. Sajnos lejárt, de van kérdésünk az ön számára, és ha megválaszolja, 100 000 forint lehet az öné. A kérdés az a barátomra és kollégámra, Dávidra vonatkozik. Mi Dávid kedvenc színe? Jaj. Nem segítesz a pulóvereddel, Dávid? Azt nem, tudod? Sajnos nem. De már ez egy segítség, hogy nem a pulóveremen lévő szín. Vagy igen. Várjuk a választ. Nagyon egyszerű a válasz, egyetlen itt, színről van. Itt áll a pénz kapujában, nagyon izgulok. Tessék! Hát várjál, Dávid, ennyit segítesz valóban, hogy egy olyan színről van szó, ami nincs így a pulóvereden? Így van. Tehát nem a piros, nem a sárga, nem a fekete? És nem a fehér. És nem a fehér! Ja, Istenem, tessék mondani! Drak.
Drap? Nem, sajnos. Nagyon örülnék neki, ha drap lenne. Mondjad meg, hogy mi a kedvenc színed. Volt a drap a kedvenc színed valaha? Hát tegnap még az volt egyébként, de ma a zöld. Zöld? Na, sajnáljuk már. Ha tegnap hívott volna, akkor természetesen önni a 100 000 forint, de ez ma már nem így van. Hát menjünk tovább, sajnos tovább kell menni, az élet ilyen, nem állhatunk meg, egyszerűen folytassuk a műsort, és biztosan vagyok benne, hogy lesz, aki elviszi tőlünk ezt az összeget. Beugró kérdésed van, búcsú, vagy tegyem fel én? Szerintem tedd föl te, az enyém úgyse volt szerencső. Mi a keresztneve Kossuth Lajosnak? Próbálok segíteni próbálok segíteni, jó? De megint egy történelmi kérdés, Robi. Jó. Nem mindenki várja, járatos a történelmi. Várja, ezért segítek, mondja. A keresztneve Lajos. Segítettem egy kicsit. Jó? Jó így? Akkor még egyszer a kérdést mondd el. Mi a keresztneve Kossuth Lajosnak, és annyit segítek, hogy Lajos. Aló? Halló? Tudja a választ? Nem ismétlem meg a kérdést. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Végre egy mosolygós hang! Az volt a kérdés, hogy mi a keresztneve Kossuth Lajosnak? Ez a kérdés! Igen! Az a válaszunk, hogy Lajos! Igen! Egyetlen lépés választja el ettől az összegtől! Kérdésem! Rám vonatkozik, nagyon személyes! Igen, nagyon örülünk neki! Mit vacsoráztam tegnap? Azt hittem, hogy nem kérdeztem nehezet. Ha látta, akkor biztosan emlékszik is rá. Volt benne hús, vagy ilyen segítséget kérdezni. Jó, segítek. Volt hús, de most már tényleg nagyon-nagyon közel jár a pénzhez. Mondjatok valamit. Pörköltet. Nem. Aj, de kár! Nem. Rakott kelkáposztát vacsoráztam tegnap. Tehát abban nincs is hús. A rakott kell... Édesanyám mindig tesz bele, darált húst tesz a rakott kelkáposztába. És mi nem volt, Robi? Nagyon, nagyon tejföllel, kiváló. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Nagyon sajnáljuk, hogy nem adhatjuk oda a pénzt. Viszont mindenképpen próbálja ki a rakott káposztát darált hússal, mert egy nagyon jó recept, de sokkal jobb recepteket tud majd megvalósítani ebből a pénzből, ami itt van nálunk, hogyha megadja a választ. Én arra kérem a kedves nézőket, hogy az előző telefonáló hangulatát vegyék át, tehát ezt a derűs, mosolygós, optimista hangvétel, hát ez az, ami kell nekünk. Hát bár nem tudott nyerni, nagyon közel állt az egészhez, és hogyha mindannyian így örülnénk ennek az egész dolognak, ha ezzel a lelkesedéssel hívnának fel minket, akkor biztos, hogy közelebb járnának a sikerhez. No, hát akkor... Mondjuk a beugró kérdést, a következő beugró kérdést. Biztos, hogy lesz, aki tudja rá választ, és végre elviszi tőlünk ezt az összeget, már nagyon égeti a markunkat. Én tényleg nem szeretném ezt innen hazavinni, ez valahol másnál, valakinél sokkal jobb helyen lesz. Mi a beugró kérdésed? Mi legyen a beugró kérdés? Valami igazán egyszerűt kérdezzünk, hogy tényleg most már a szerencse fia hívjon minket, vagy lánya. Dávid, kérdezzünk rá arra, hogy hívnak téged. A keresztnevemet, jó? Jó, legyen egyszerű. Mi Dávid keresztneve? Jó. Na. Haló? Mi Dávid keresztneve? Dávid. Haló, Dávid. Hát tudta, de honnan nagyszerű. Tudtam? Azt kérdezem, hogy nagyszerű. Honnan tudtam, mert ez egyszerűen... Tessék? Na, mondom. Na, nagyon jó a válasz, nagyon közel került a pénzhez. Őrület, hogy ezt így kitalálta, honnan tudta? A kérdésem az egy barátomra vonatkozik. Igen. Egy barátom, akit Lacinak hívnak. Laci nevű barátom. Az a kérdés, hogy Laci édesanyjának mi a foglalkozása? Nem. Adjunk egy másik kérdést is fel, ha a kettő közül az egyikre tud válaszolni. Legyen két kérdés, bármelyikre válaszolhat, nagyobb az esély, jó? Jó. A másik kérdés legyen az, hogy ki nyeri meg ezt az összeget a kezemben. Valamelyikre biztosan fog tudni válaszolni, én szerintem ennyire közel még nem állt hozzá, hogy elvigye ezt a pénzt. Tehát a kérdés... Én. Igen? Én. Jaj, sajnos hibás válasz. Nem. Ez egy hibás válasz. Nem ön nyeri. Nem. A másik kérdés? Hát a másik kérdésre esetleg tudja a választ, mert még megnyerheti. És akkor még az is lehet, hogy ez a kérdés... Akkor viszont 200 000 forintot nyer! Hát nagyon jó lenne, igen. Ha a másik kérdésre is tudja a választ, az azt jelenti, hogy erre is tudta, tehát 200 000 forintot viszel. Sőt, tudja mit? Akkor én is hozzácsapom az egyémet. Jó, akkor hozzácsapjuk a bulcsúnál lévő további 300 000 forintért. Bulcsú, átgondoltad? Biztos, hogy benne? Persze. 300 000 forintért. Óriási pillanat, és nagyon örülnék neki, ha végre teljesen. Mi Laci édesanyjának a foglalkozása?
Halló? Vonalban van? Gondolkodik a néző. Meg is értem egyébként, mert ez tényleg nem egy egyszerű kérdés. De hogy is nem egyszerű. Dehogy is nem egyszerű. Nagyon-nagyon régen el... De, tudod, hogy mióta ezzel foglalkozik a Laci édesanyja? 25-30 éve. Tehát soha ennél nem tudok egyszerűbbet kérdezni. Nem olyat kérdezek, hogy a elmúlt fél évben mit dolgozott azóta, hogy megváltoztatta a munkahelyét. Nem. A Laci édesanyja mindig is, amióta én élek, ezzel foglalkozik. Ez egy nagyon egyszerű kérdés, Dávid. Halló, halló? Nem ornitológus, ennyit hagyáruljak el. Múlcsú, túl sokat segítesz. Muszáj! 50 ezer forintért... Na jó. Igen? Halló? Na, halló? Na, már majdnem. Én úgy hallottam, mintha lett volna egy megoldásféle, és még egészen hasonlított is arra, amire gondoltam. Ha még egyet segítesz, akkor elveszel 50 ezer forintot, és azt mondom, hogy vigye el a 250 ezer forintot a néző. Segíts még egyet. Jó, jó. Mielőtt ezzel foglalkozott, ugyanezt tanulta. Halló, itt van még velünk? Érszeg. Nagyon feszült. Én mondhatom a véleményemet ezekről a betelefonálgatáshoz. Igen? Én leszek a második ezután. Lehet, hogy ugyanaz az ön foglalkozása, mint Laci édesanyjai? És azért húzza az a többi néző hideg szállát? Nem értem. Nem értem, miért nem tudják megmondani a helyes választ. De komolyan... Ennyire többet nem tudunk segíteni! Mindent leadok, a lelkemből vagyok jelen ebben a pillanatban. Jó, hát sajnos több türelmünk nincs, várjuk a további tévénézők telefonjait, hát ennél többet nem várhatunk a helyes válaszra. Jó, hát tudod, mit hagyjuk a beugró kérdést. Jó. Aki tudja, hogy mi a Laci édesanyjának a foglalkozása, és azt is tudjuk, hogy nem ornitológus, és azt is tudjuk, hogy ezt tanulta azelőtt, mielőtt ezzel kezdett el foglalkozni. És tudod mit? Azt az 50 ezer forintot rakjad vissza. Rakjad vissza. Persze. Rakd vissza. És hozzárakom ezt a tollat, meg ezt a pohár vizet is. Nem tudunk többet adni. Nem tudunk többet adni önöknek. Vigyék el a tollat. Vizet. Halló. 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 Halló, jó nap. Halló, jó estét kívánok. Jó estét. Válaszik nagyon jó. Jó estét kívánok. Jó estét. Mi Laci édesanyjának a foglalkozása? Tanárnő. Nem. Nem. Nem! Sajnálom! Nem, nem. És de tudod mit? Segítsük azzal a további... Nem. Segítsük azzal a kedves tévénézőknek az esélyeit, javítsuk azzal, hogy nem, most nem lőjük le a poént, és fent hagyjuk a kérdést. És akkor ez is egy segítség volt, ez a téves próbálkozás. Nem ornitológus, nem tanár, és már azelőtt tanultam, mielőtt végezte. Én tudom, hogy mit évesztette meg a kedves nézőt, az, hogy nem mondtuk, hogy nem Laci mostoha anyjáról van szó, hanem az édesanyjáról. Tehát mondtad, hogy édesanyja, vagy csak anyját mondtam? Az édesanyjára gondoltam, az anyját mondtam, de nem a mostoha anyja, az az apjának a felesége. Igen, nem, mert a mostoha anyja az valóban volt tanár, de 10 évvel ezelőtt de nem tudom, de egyrészt, de nem nevelte soha az apja a Lacinak, az elvett feleségül egy másik nőt, aki korábban tanár volt, most már vállalkozó, de az nem az anyja a Lacinak. Egyrészt, másrészt meg, amiről te különben nem is tudsz, hogy a Laci az soha életében egy fedél alatt nem élt azzal a nővel, soha életében nem, tehát így ő nem az anyja, nem is volt a nevelő anyja, nem volt a mostoha anyja, az apjának a felesége, a Laci már 17 éves volt, amikor az apja újraházasodott, semmi köze nincsen a Lacihoz, nem a mostoha anyja, egyszerűen csak az apjának a felesége. Mi a Laci anyjáról beszélünk. Az édesanyjáról, akiről annyit tudunk, hogy nem tanárnő, és nem ornitológus, és 25 évet dolgozik, abban hát a munkakörben, amit előtte őszintén tanult. Őszintén nem értem, aki egy kicsit is ismeri a Lacit, meg ezt a műsort. Hát a Laci életére olyan döntő befolyással volt ez az egész dolog. Hát az anyja. Igen. Hát az anyja, ugye. Hát annyira döntő befolyással, hogy... beszélgettünk, amikor ott állt az érettségi után, hogy akkor most ő mit csináljon, egész éjszaka ezen ment a beszélgetés. Hogy azt csinálja-e, amit az anyja, ami ugye a kérdés, vagy pedig ne. És annyit is segítünk, hogy a Laci nem
azzal foglalkozik, amivel az anyja. Ez és lett a döntés. Laci, vol, mivel foglalkozik végül Laci? Hát a Laci, az megmondom neked őszintén, hogy most egy autómosót vezet. Tehát már azt is tudjuk, hogy a Laci anyja nem ornitológus, nem tanár és nem autómosót vezet. Na, hát ennél aztán többet hogy segítsünk? Halló? Halló? Igen? Jó estét kívánok. Jó estét. Közgazdászra gondolok. Nem. Hát nem. Végül is van benne valami, de nem sajnos. Nem közgazdász, nagyon-nagyon jó a matekban, nagyon sokat segített a Lacinak a matek leckét megoldani annak idején, de ez nem jelenti azt, hogy közgazdász lenne. Tehát, hogy azért ezt most nem tudjuk elfogadni, Dávid, sajnálom. Hát, én csalódok, mert a Laci az annyit tett ezért a műsorért, Hogy az valami döbbenetes. És kedves tévénézők nem is tudják, hogy mennyit, igen, és hogy nem ezt érdemli a tévénézőktől. Ahogy mi se azt érdemeljük, hogy itt legyünk ebben a sok pénzzel, amit nem tudunk... Meg a pohárral. Meg a pohárral, meg a tollal, amit nem tudunk odaadni, annyira szeretnénk. Én nagyon szomorú vagyok, én nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. Én azt hittem, hogy a lehető legegyszerűbb kérdéseket fogalmaztuk meg, hiszen te is tudod, hogy mi a Laci édesanyjának a munkája, te is tudod. Persze. Nem igaz, hogy önök nem tudják, mind a hárman tudjuk, ez egy roppant egyszerű kérdés. Egyszerűen csak be kell telefonálni, meg kell mondani, és el lehet vinni ezt a pénzt végre innen. Halló, halló? 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 Csókolom. Jó estét kívánok. Jó estét. Én azt mondom, hogy könyvelő volt. Vagy könyvelő. De ön nincs valami rokonságban a Lacival véletlenül? Mert egyébként akkor nem is szabadna odaítélnünk ezt a Nem pénzt. Vagyok egyáltalán rokonságban. Nem, ha a rokonságban lenne a Lacival, akkor pontosan akkor tudnám hogy mi a foglalkozás. Nem volt könyvelő az édesanyja, nem volt soha könyvelő, nem is tanult könyvelést. Bár szerintem az adottságai megvannak hozzá, hiszen jó a matekban, de hát erről már volt és szó. És nem matematikus? Na hát kétszer ezzel nem lehet válaszolni. De egyébként lehetnénk olyan jó szívűek, hogy a második választ is engedélyezzük, de sajnos nem matematikus. Tehát még ha jó lenne a válasz. De higgyel, hogy szívesen odaadnánk a pénzt. Nem hát nagyon szükségem lenne pedig rá. Hát mi ezért, pontosan ezért hoztuk be a stúdióba, pontosan ezért szeretnénk odaadni, mert tudjuk, hogy mindenhol jó helyen lenne, mindenkinek szüksége van erre a pénzre, és ezért teszünk fel ilyen roppant egyszerű kérdéseket, amire mindannyian tudjuk a választ. Kicsi segítséget se lehet kapni? Hát de tehát segítsünk, segítsünk. Tud a Laci édesanyjáról. Nem baj, segítsünk, igazán, tényleg. Jó. Én avval segítek, hogy nagyon nem matematikus. Nagyon nem? Nagyon nem. Tehát egyáltalán nem. Tehát volt, hogy egy pici, de nem. Annyira, ennél messzebbre már nem lehetne az egésztől. Jó, tudja mit? Segítek önnek, azért mert nagyon megkedveltem. Nagyon szimpatikus nekem, köszönöm. És szeretnék segíteni önnek. Nem postai alkalmazott, tehát nem postás kisasszony, egyáltalán nem a postán dolgozik, és nem a posta alkalmazásában dolgozik. Én is segítek akkor, és akkor most már egészen közel járunk a megoldáshoz. És én most már tényleg felderült a szívem is, hogy el fogja vinni tőlünk ezt a pénzt, most már bízom benne. Nagyon örülnék neki, nagyon jó helyre jönne. Főállásban dolgozik, tehát nem számlát ad, nem félmunka, részmunkaidőben, főállásban dolgozik. És nagyon keményen dolgozik. Hát az a másik, hogy egyébként többször ki is tüntették még annak idején a vállalatban. Hát na jó, ne, ennyit ne segíts. Jó, elnézést. Ennyit ne segítsél. A jó szívem vitt rá. És hát amellett pedig fölnevelt két gyereket, ugye a Lacit, meg a hugát, az Esztit. Tehát, hogy erről akinek még innen... a második neve Zsóka. De nem ez a kérdés. Nos? Még egyet tippelhet, de csak azért, mert nagyon, nagyon a szívünkhöz nőtt. Nagyon megköszönöm. Foglalja össze, hogy mit tudunk a Laci édesanyjáról. Tessék? Foglalja össze nekünk, hogy mit tudunk eddig a Laci édesanyjáról. Hát ugye kiderült, hogy nem tanárnő. Igen. Ezt ugye mondták. Ugye akkor én mondtam, hogy könyvelő, nem könyvelő. Igen. Nem matematikus. Pontosan. Igen. Na most... Nem ornitológus. Igen. Tehát az... Ezt tanulta. 25 éve csinálja főállásban, és annak idején a gyárban, a vállalatnál még ki is tüntették. Gyárban? Nagyon sok mindent tudunk róla, innen már menni fog. Fizikai dolgozó? Nem tippelni kell! Jaj! Ez nem egy foglalkozás, tehát ez nem Barkóba. Ez nem az a játék. Tudom, ez nem az, igen, ez, vagy... Ez a 300 ezer forintos játék. Jaj. Ez sajnos, sajnálom, hát nagyon köszönöm, hogy hívott minket. Viszont hallásra. Hagyjuk a Lacit? Hagyjuk, jó? Na, én is akkor rögtön felteszem a kérdést. Mennyi az annyi?
Ez egy objektív kérdés, ez olyasmi, amire tényleg a tudománynak van egy exakt válasza. Ezt a választ várjuk mi is. Tehát kikereshető lexikonból, valaki, de, akinek internete van, utána nézhet, igen? És tudni fogja a helyes választ. Nagyon hát egyszerű. Ha beírja egyszerűen a Google-be, hogy mennyi az annyi, és nyom egy Entert, akkor az első találat az lesz. Nem hiszem, hogy 3 milliónál több találat lenne egyébként, nem biztos, hogy az első között van. Valahol az első 150 oldalon ott lesz ez a válasz. És még azt is hozzátenném, hogy aki a Robi kérdésére tudja a választ, vagy a Dávid kérdésére tudja a választ, az is automatikusan nyer. Hangozzon el még egyszer a kérdés. Jó, az én kérdésem az volt, hogy ki nyeri meg ezt az összeget. Egy úr telefonált, azt mondta, hogy ő, ez nem volt igaz, mert nem ő nyerte meg, hiszen még itt van a kezemben, tehát azt már tudjuk, hogy nem ő nyeri. Ez is egyébként sokkal, tehát leszűkítette egészen a mozgásteret. A Robi kérdése mi is volt? Hát az volt a kérdésem, hogy mi Laci édesanyjának a foglalkozása, nem ornitológus, nem postai alkalmazott. Már ezt tanulta az előtt, hogy elkezdte nem csinálni, nem könyvelő, nem matematikus és nem közgazdász. Most komolyan képet mutassak róla? Tehát onnan fog menni? Hát nem tudok. Szóval mindezekre a kérdésekre, ezen kérdések bármelyikére, ki viszi el azt a pénzt? Mi Laci édesanyjának a foglalkozása? Illetve mennyi az annyi? Bármelyik kérdésre tudja a választ öné a pénz. Halló, halló? 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 Jó napot kívánok, én vagyok a vonalba? Igen, ő rendeztessen meg minket és vigyel a pénzt. Vigyázzon, ne kérdezzen, itt mi kérdezünk. És melyik kérdésre válaszoljak? A bármelyikre. Kérdésre, hát ez már nem egy jó válasz. Ez már magában nem egy jó válasz. Szerintem itt és most meg kéne szakítanunk a beszélgetést. Mit gondolsz? Adjunk egy esélyt még a... Adjunk egyszerűen ettől a pénztől, nekünk meg kell szabadulni, és biztos vagy benne, hogy menni fog. Adjunk egy esélyt. Most, gyorsan, mondja ki! Mi a helyes megfejtés bármelyik kérdésre? Humán erőforrás menedzser, a Laci édesanyja. Nem. Nem, de ha nem tudja, nem. Akkor miért arra a kérdésre válaszol? Miért arra a kérdésre válaszol, amikre nem tudja a választ? Hát másik kettőt is föltettünk. De ezzel is segített a többi tévénézőnek, akik remélem, hogy otthon szorgosan jegyzetelik, hogy mi nem Laci édesanyjának a foglalkozása. Dávid, kedveskedsz. Egyre szűkül a kör. Kedveskedsz még egy kérdéssel a tévénézőknek? Hát, ha van még valami. Van egy kérdésem, ez sem olyan bonyolult egyébként. Az a kérdés, hogy Carl Gustav Jung... Igen vagy nem? Ez a kérdés. Carl Gustav Jung-e? Egy ilyen egyszerű kérdés. Carl Gustav Jung vagy nem Carl Gustav Jung? Nagyon egyszerű a kérdés, mert 50%-a van, hogy megnyerje. 50%-a van. Vagy Carl Gustav Jung, vagy nem Carl Gustav Jung. Bármelyik lehet a válasz, de a... Igen, vagy a nem mögött önre 340 ezer forint kacsingat. Rakd vissza azt a 40 ezer. Visszatesszük a 40 ezer forintot. És annyit hagyd segítsek, hogy a különböző kérdésekre adott válaszoknak nincs semmi köze egymáshoz. Tehát Laci édesanyjának foglalkozása nem Carl Gustav Jung, és nem annyi a mennyi, illetve nem mennyi az annyi. Hát nem illetve annyi a mennyi. Amennyi. Na hát biztosan. Igen. Halló, halló. Csak sok pénz ebbe kerültek. Nem, ez nem a helyes válasz. Hello! Mi Laci édesanyjának a foglalkozása, vagy az egyszerűre válaszoljon 340 ezer forintért. Hello! Halló! Ön van a vonalban! Nagyon közel a 340 ezer forinthoz! A Laci édesanyjának édesanyja a foglalkozása. Édesanyja! Nem, ő nem főállású édesanyja. Hogy ezért nem tüntették ki egyébként, ez is volt, de... De ő nem főállású édesanyja. Az iskolában, tehát nagyon sokat segítettünk, és nem ez a helyes válasz. Iskolában nem tanult édesanyaságot, de... Hát a jó édesanyjától, az édesanyjától tanulta. Igen, de nincs róla diplomája, a papírja, ez sajnos nem fogadta. De sokkal egyszerűbb kérdés. Sokkal egyszerűbb kérdés. Hát egy szülésre nem adnak diplomát. 50% az esélye. Carl Gustav Jung, vagy nem Carl Gustav Jung? No, Carl Gustav Jung. No, Carl Gustav Jung. Ez nem lehetőség. Igen vagy nem? Igen vagy nem? Nem. Sajnáljuk. De, igen. Ez a válasz. Sajnos Carl Gustav Jung a helyes válasz. De 50%-a volt, tehát ilyen közel járt. Így a műsor végén ennyire közel járt a nyereményhez. Engedje meg, hogy gratuláljunk. Pénz ezért most nem jár, de mi nagyon üdvözöljük Önt, és nagyon sok sikert kívánunk Önnek a jövőben is. Hívjon minket a jövőben is. Van még esély egy telefonra? Kérdezem, nincsen. Letelt az időnk. Hát most így jártunk, gyerekek. Ez a szomorú vég. Ez az a mozdulat, amire nem voltam felkészülve. El kell raknom a pénzt.
Sajnos ezt a pénzt most el kell vinnünk. Pedig mi mindent megpróbáltunk. Ha az a kérdés, hogy na mi újság, hát az az újság, hogy mi 350 ezer forinttal lettünk kevésbé szegények ma. Reméljük, hogy két hét múlva nem járunk pórul. Nagyon köszönjük a figyelmet, és sok szerencsét két hét múlva is.